Jó. Akkor szeretettel köszöntök mindenkit. Két bizottsági tagunk hiányozni fog. Jékeli Endréné betegség miatt hiányzik, Csekovács Gabriella pedig elutazott, nincs itthon. Azt szeretném kérdezni, hogy napirend előtt esetleg van-e valakinek valamilyen közölnivalója vagy kérdése? Nincs? Akkor én annyit kérdeznék, mert tőlem is kérdezték, hogy az adventi koszorú, ugye két hét múlva van első advent, az adventi koszorúra ugye szükség van, megrendelhetem a voltava is megrendelhetjük, viszont az a kérdésem, hogy amik voltak rajta díszek, azok el lettek téve, vagy... Szerintem azt leszették, ők szedték el, akik hozták. Nincs náluk. Azért kérdezték, hogy el lettek téve, meg a gyertyák is, hogy el lettek-e téve. Mert hogy ugye azt, ha szépen levágjuk, akkor az újra hasznosítható lenne. Ha nem, akkor csak legyen idő a beszerzésre. Azt hiszem, az egyik erdőt, amikor nagy szévot levette. Igen. És az megvan? Megkétek, én úgy emlékszem, hogy ott van, azt elvittem. Én akkor ezt megnézem, jó? De azt volna, ha nekem meg tudnád nézni, hogy mi van, mi nincs, hogy mit kell esetleg beszerezni hozzá. Jó. Köszönöm szépen. A díszekre nem emlékszem, de megnézem. Én sem tudom, de csak a gyertyát azt végviseltetik. Igen. Mindig ki lett hozva. Ha nincs is meg, végül is nem probléma, csak hogy tudja, hogy esetleg mi az, amit be kell szereznie. Én akkor hívnak. Jó, köszönöm szépen. Jó, akkor a napirendi pontok, ugye egy picit módosult, mert hogy kaptunk még utólag ugye a bursapályázatok beadási határidője lejárt, és azt tárgyalnunk kell. Úgyhogy zárt ülésben a kettes napirendi pont lesz a bursa. Igen. Csak annyit, hogy Csaba, hogy is itt van, de majd el fogom a pénzügyi indítványt, köszönjük szépen. Kaptunk két darab fénymásolót, egy nagyot meg egy kicsit, és egy lamináló gépet általa teljesen ingyenesen, de majd ezt még a testületünk sem mondom. Köszönjük szépen, persze, hogy jó, akkor van 5 rendes napirendi pontunk, és 2 napirendi pont az zárt van. Hogy aki a napirendi pontokat elfogadja, az kész feltartásra érzel. Egyhangú, köszönöm szépen. Jó. Első napirendi pontunk, javaslat Lányfalu Nagyközség Önkormányzat képviselőtestületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Mivel rendeletalkotásról van szó, ezért én kérném jegyzőasszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést. Igen, idén is volt lehetőség, hogy a tavaly is megtudom a maximális igényelhető mennyiséget. Idén 10 erdei köbmétert szállítottak le, tegnap este volt az utolsó, mert több fordulóban szállította le a Külisi Parkerdő a nagyon szép párt, úgyhogy írtunk is nekik egy köszönőlevelet, hogy tényleg jó minőségű szép párt hoztak. A gázteretelepen lett fölhalmozva. Ennek az összértéke 177.800 forint plusz áfa. Itt ugye csak a szállítási díja az, amelyet ki kell fizetnünk, a többit már megkaptuk normatív támogatásként, és hát olyan pályázati támogatásként. Azt hiszem 12.000 forint volt a beállított szállítási költség, ugye emlékszem, tehát nem egy, talán tovább is ennyi volt, ilyen 10.000 forint körül. Maga az előterjesztés az odaítélésnek ugye a feltételeiről szól. Mindenképpen hátrányos helyzetűek kaphatják meg idén is. Ugye úgy szól a törvény, hogy aktív korúak ellátása, időskorúak járadékára jogosultak, illetve települési támogatásra jogosultak kaphatják meg. Van itt ugye halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekről is szó, de jelen állás szerint nincs ilyen az intézményekben szerencsére. Folyamatosan lehet rá benyújtani a kérelmet. Tavaly is úgy oldottuk meg, hogy amikor már fogytán volt a szociális tűzifa mennyiség, akkor adtunk abban, amely még fel volt pluszban halmozva, ugye a közterületről kivágott fa. Tehát bízom abban, hogy idén is, hogyha több is lesz a rászoruló, de elég elegendő fát tudunk mindenkinek biztosítani. Tavaly 5 mázsa tűzifát osztottunk, volt, akinek kétszer is kellett, mert elfogyott, aki tartósan fával fűt. Ezt lehet mérlegelni, hogy legyen is beállítva egy mennyiség. Úgy kértük egyébként a szállítást, hogy legyenek benne
vékonyabb olyan fák, amelyek könnyen aprítható, mert vannak olyan idős, egyedül élő hölgyek, akiknek nehéz megoldani az aprítását a fának, és akkor így ezt könnyen a falu gondokát találjának, hogy segít ebben, hogy meg akiknél nincsen férfi, vagy olyan, aki ezt meg tudja a házira oldani, akkor majd ők ebben segítenek, de azt azért nem feltétlenül tudjuk vállalni, hogy mindenkinek aprítva visszük a fát. Tehát ez azért kapacitásban, és ez ugye az a bajok összfoglalkoztatottaknak nem lehet ilyen eszközt adni a kezébe. Nem tudom, még esetleg ez. Szerintem ez kimerítő. Esetleg valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Meg fogjuk hirdetni? Nem, eddig is ugyanúgy működött, hogy kérelem alapján döntöttük, ugye beérkeztek a kérelmek, és a kérelmet a bizottság elbírálta, és az alapján kerültek. De hogy az önkormányzatosága megfogja? Persze, természetesen, az eddig is megjelentettük. Jó. Csak annyit néztem, hogy a legvégén a átvételés, mely egy köbméter van. Az erdélyi. Mindig már rá van. Most már én is rászántam, rendben van. Az kb. 1,7. Igen, mert ugye erdélyi. Igen. Mérterszer 1,70. Igen, ez nagyobb. És az nagyobb, mint a 6-7 mázsa, ugye mérterszer méter az 6 mázsa, és az valószínűleg 10-11 köbméter van. És így stimmel az összeg már a 177.800. De akkor a igen, mert ugye erdei köbméterben volt megadva, utána a rendeletben is másképp szerepel. Mindegy, csak most néztem, hogy ez a kicsi. Ez az elszámolás miatt egyébként, mert furcsa, mert ugye köbméterben kapjuk, a erdei köbméterben kapjuk a támogatást, így is van feltüntetve az RBR rendszerben, és így is kellene vele elszámolnunk, tehát erdei köbméterben, viszont most hát így is kell osztunk meg elszámolnunk, de így nehéz. Igen. Tehát, nem tudom, hogy lehet valami esetleg ilyen. Tavaly megkérdeztem Pepet, hogy tudod fejből, hogy egy erdélyi köbméter hány mázsa? Mondom, hogy az 1,5. Méterszer méter az egy köbméter, az kb. 6 mázsa. 5-6 mázsa, de ez egy köbméter. Az azt jelenti, hogy 11 mázsa körül van egy erdélyi köbméter. 11. Igen. Hát ennyi is azért néztem, hogy összeg. És nem tudom, hogy a hány százikus. Már elfelejtettem, mert tavaly megkérdeztem. Egy erdélyi köbméter, akkor mennyit mondtál? 11 körül van, igen. 11 már. Okay. Jó, mert ez kb. 3000 forint. Tehát akkor szerintem az így megvan. A 25%-os áfa, vagy a Volgonban a 27%-os áfa van. Jó. 30%-kal többé. Örülünk. Csak úgy tudod, hogy figyelj, mert a vágási hulladék is ott van, amivel kell számolni. Fűrészport is oda. Menjünk sok. Nem, hát amikor föltalapolod, annak van. Oké, akkor kérdezem a bizottságot, hogy akkor javasoljuk a testületnek elfogadásra az a most ismertetett önkormányzati rendeletet megalkotásra. Aki ebben egyetért, kérem részfeltartásra. 4-1 hangú, igen, köszönöm. Következő napirendi pontunk, javaslat a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának módosítására. Azért itt ehhez elég nagy mennyiségű anyagot kaptunk. Szerintem mindenki végigrágta magát, de mivel itt is ugye az ilyen törvényi meg egyéb vonzata van, kérem jegyzőasszony segítségét ebben. Ketten is részt vettünk, ugye Kovácsban, amikor Külföldön tartózkodott, akkor engem küldött egy társulási ülésre. Akkor még elég rossz hírekről számoltam be, ugye írtam egy ilyen kis emlékeztetőt, hogy mi hangzott el. Aztán utána azon a héten már hiszen péntek délután érkezett egy olyan javaslat a részükről, ami a Gestor cégre tartom, hogy a Gestor település szemben, illetve a társulási tagoktól, hogy akkor a társulási tagok a normatív támogatáson kívül már befizessenek a következő évben, tehát elégedjen meg a társulás a 3 millió forintokkal, amelyeket ugye kapunk majd támogatásként a jövő évben, és maradjon meg a társulás abban a formájában, lényegében, amiben meg a Lézsúgy jelenleg. A vitát elsősorban az váltotta ki, hogy ugye szerkezetileg
módosul az eddigi rendszer, lesz egy központ, amelynek a fenntartói kötelezettsége az szentterületet a járványszintjének kell fenntartania. A központ az hatósági feladatokat lát el, és ehhez nem kellene semmilyen támogatás, semmilyen hozzáadott plusz a települések részéről, hiába körzetet lát el az a központ. Maga a szolgálat az viszont vagy társulási formában működhet tovább, vagy mindenki egy kicsit furcsa, de egy személyes szolgálatokat fog fenntartani. A döntés végül a társulat tagjai részéről, legalábbis a megbeszélés, amit már polgármester úr vett részt, abban az irányban mutatott, hogy maradjon meg a társulat a következő évben. Tehát 2016-ról fogunk még most beszélni. Mindenki ugye átutalja majd. Azért sárgáztam be ezt a tervezetet, amit küldött szemembe, hogy költségvetési kihatása nincs, mert én ezzel a pénzügyvezető és a polgármesterről is beszéltünk, hogy ezt azért nem lehet kijelenteni, hiszen kapunk egy több milliós összeget, amelyet majd át kell utalnunk a társulásnak, de ez csak egy kis észrevétel, és akkor a 2017-ről meg jövő év végén lesz majd érdemes beszélni, hogy akkor is fenntartható az ilyen ebben a formájában, vagy nem. Szakmai szempontból számos érv elhangzott amellett, hogy miért jó, hogy ebben a formában működik tovább a családsegítő. Én egy kicsit több figyelmet szeretnék Lányfalunak, én ezt úgy meg is jegyeztem a levelemben, illetve most tegnap kaptunk egy e-mailt arról, hogy kért a társulás, vagy a családsegítő szolgálat, hogy jelentessünk meg a honlapon egy felhívás, melyben a lányfalui adományozókat szólítják meg, és akkor úgy egy kicsit, hát meg válaszoltunk is rá, hogy szívesen közzé tesszük, csak azokból az adományokból, amit majd a családsegítő gyűjt, abból szeretnénk, hogyha lányfalu is részesülne. Tehát egy kicsit úgy kevesülem azt a munkát, amit itt végeznek. Remélem ez azzal összefüggésben, hogy nincs olyan nagy szükség a munkájukra, tehát nincs annyi rászoruló, hátrányos helyzetű család, de azért tudjuk, hogy van. Tehát ennyi csak így igazából, ami fájó, de maga a működésük így szervezeti formában biztos, hogy hatékonyabb, mint hogyha egy személyes szolgálatokat tartanánk fenn. Vagy legalábbis vitatható szolgálat szempontból. Köszönjük szépen! Igen, Orsi? Én azt kérdezem, csak hadd kérdezzem meg, de ez nekem nem volt világos, hogy... Tehát ugye most az a jövő, hogy normatív támogatást kap, ugye? De hogy eddig a lakosság arányban az önkormányzatnak be kellett szállni? Eddig is megkaptuk ezt. Ja, hogy eddig is megkaptuk. Nem mi, nem ő közvetlenül. Ja, értem. Az utánunk járó megállapított rész. Aha. Igen, a polgármester? Hát tulajdonképpen ugye onnan... Van is válaszoljak, hogy eddig a családsegítő közepről megkapta. Ez egy jó 70 milliós támogatás volt évente, és ebből tudtak gazdálkodni, és hát látható, hogy 16 milliót meg is spóroltak, nem tudom mennyi idő alatt. De ugye most az állam úgy döntött, hogy ezt ketté választja, lesz egy központ, amit a járásnak kell fenntartani, és lesz a társulás, amely tulajdonképpen elvégzi a munkát. De a társulás nem muszáj, hogy legyen, ez lehetne az önkormányzat is. Ugye egy hosszas vita volt erről, a Gyula főhívost előtte felhívott telefonon, és fájlaljon, mert minden tag ugye azt hitta, hogy szálljon ki, és vegyék egy saját hatáskörbe, és az a 3 millió forinttal. De én arra emlékszem, amikor ezzel beszéltünk a pénzügyi bizottságon, hogy azt mondtak, hogy ha null szaldóval ebből ki tudunk jönni, akkor maradjon. Most a 2016-ra ez teljesül. Biztos úgy van, hogy 2016. július végéig kell jogvesztő hatállyal eldönteni, hogy maradunk ebben a formában, vagy nem. És ezen az ülésen azt kértük, és ez bele is került a jegyzőkönyvbe is, hogy május végéig ők adjanak egy elszámolást, hogy hogy állnak. És akkor fogjuk látni, hogy fog ez működni 2017-ben, de akkor fix döntés lesz. Ez egy átmeneti időszak. Látható, hogy a 16 millióból ugye 10-et fölélnek, elvileg a költségvetések alapján egy kis verzió valósult meg, a többit nem volt érdemes elolvasni. Egyes verzió valósult meg, nulla befizetéssel, és hogy látható, hogy 80 millió forint költséggel számolnak, és 86 millió forinttal, 16 millióval, és a normatív támogatásokkal. Szentendre külön kapja 39 milliót a
a központjának a fenntartására, de az is benne van a rendben. A nevek változtak, az annyi sikerült elérni, nem volt egyszerű ott a szentelőnek, különösen érdekezt fenntartani, mert az ő létezetőek a egy ember, mi meg négyen. Úgyhogy, hogyha ugye szép válik a társas, és neki kell megoldani, akkor neki jóval kevesebb embere van. És a nevet azért szedtük így szíjjel, hogy legalább már a elvileg a jövőre szét legyen vele, tehát külön legyen a központ, és külön legyen a társulás. Most dönthet más, hogy a bizottság, hogy Gyulának nem nagyon tetszett, hogy mégis nem ez volt a rendtagoknak a véleménye. De én szerintem átmenni egy időszakra ezt el kell így fogadni, és ami ez azt mondja, teljesen igaza van, ha most fölveszünk egy embert, és az nem onnan lesz. Én nem tudom, hogyha szétválik ez a dolog, akkor mennyien maradnak a központba, mennyi kell Szentendrénes, és hogy akkor lesz-e szabad ember, hogy akkor onnan egy embert az ember idehoz. De akkor is akkor a kiálló autót biztosítani kell, más egyéb költségben nagyon nem merül fel, de szakmailag nem biztos, hogyha ugyanazt tudjuk mi produkálni itt egy ember, amit aki beültetni. De hát, hogyha most ebben az átmeneti időben marad minden úgy, ahogy eddig is volt, akkor igazándiból, és ez működött, akkor igazándiból nincs értelme hozzányúlni, és tényleg a következő évben, ugye ahogy mondták is, jegyzőasszony is, és polgármester úr is, akkor elszámolnak, beszámolnak, és utána még mindig lesz arra lehetőségünk, hogy megoldjuk ugye ezt másképp. Nincs meg még jelenleg se a végrehajtási teljes, és egy gond lehet, mert ez működnek hosszú távon is így, de látható, hogy 10 millió forintot ugye följelnek a tartalékból. És ha a tartalék elfogy, akkor utána ezt össze kell dobni. Tehát azért kéne látnunk májusban, hogy is áll a dolog. Lehet, hogy jobban tudnak gazdálkodni, és esetleg látható, hogy a 3 millió forint elég, és akkor nincs sok értelme nekünk. Igen. Ha nem kell plusz befizetést csinálnunk, akkor nincs értelme. Igen, hogyha nem kerül a településünknek ez többe, akkor nincs értelme. De ezt csak jövő évben fogjuk látni. Igen. Pereházi úr? Köszönöm a szót. Én tamáskodtam a dolgok fölött, mert ugye kaptam egy csomó anyagot, és nem tudtuk eldönteni, nem tudom ki, hogy ott vele, hogy most ezt csinálják, hogy azt csinálják. Mondtam, hogy itt eljövünk, és akkor itt majd van kitaláljuk az okosságnak. De minden sorrendben az fogalmazódott meg, amit most hál' Istennek a polgármester elmondott, hogyha ez így van, akkor én amondó vagyok, hogy legyen ez 2016-ra az eredeti alapot, tehát magyarán nem lépünk ki, hanem ezt csináljuk. Viszont én gondolom, hogyha már mi átadunk, mert most mi adjuk át a pénzt, mert ide érkezik, és mi adjuk át a pénzt, akkor elvárható az, hogy kapjunk egy listát, és kapunk egy olyan kor elszámolást, amiből nekünk azért fontos, hogy tudjuk azt, hogy 2017-ben bennmaradunk-e, vagy kilépünk a dologba, mert jelen pillanatban ugye lehet, hogy itt most nagyon kevés emberről van szó, az is lehet, hogy nagyon sokról van szó, és az is lehet, hogy ha nagyon kevés emberről van szó, de nagyon sokszor jönnek ki, tehát most nem variálok, hanem akkor kapunk egy képet arról, hogy ez mennyibe kerül. És akkor szerintem helyesen tudunk dönteni. Tehát akkor tudunk, hogy Gyula megérteni, hogy nem tudottság jönnek, hogy lehet, hogy akkor tudunk úgy pénzügyi is korrekten dönteni. És teljesen és a szociális dolgot is látjuk. Tehát én ezt az álláspontot képviselem. Köszönöm. Éva, hogy az elmúlt 4 évben ez a családsegítő szolgálat engem mindig meghívott, mint képviselő, vagy mert nem voltam az elmúlt 4 évben, mint polgárra mindig meghívtak. Minden évben volt egy ülésük itt a faluházban. Ahova meghívták az iskola, nem tudom milyen gyerekfelelősét is, az ott szokott lenni, de olyan nagyon nagy érdeklődés nem volt, se a hivatalból nem volt soha senki. Nekem nem hívtak. És azt mondták, hogy ők hívtak másokat is, és mindig mondták, hogy jelzéseket várnak, hogy hova menjenek, meg családokat megérnek. Jó, hogy azért ők működtek, vagy voltak. Biztosan. Persze, köszönöm. Biztos, hogy működtek, ezt nem is vitatja senki. Inkább a jegyzőasszony is azt jegyezte meg, hogy kevés volt a jelenlétük itt helyben. Úgyhogy esetlegesen ezen lehetne még változtatni, hogy egy picit szorosabbra fogni a kapcsolatot, mert hiszen szükség van rájuk. És én is azt javaslom, hogy ha ez nekünk nem kerül többe, működött eddig is, akkor az elkövetkezendő átmeneti időszakban tartsuk ezt így meg tovább. Szia, jegyzőasszony. Gyorsan, csak engem nem hívtak meg, de legalábbis nem tudok volna, hogy bármi ilyesmi érkezett volna. Elszerezett biztosan
meg elismerjek, hogy meghívnak. Én az utóbbi időben két jelzést küldtem neki, tehát két konkrét ügy volt, amiben a segítségüket kértem. Azt nem mondom, hogy elzárkóztak, mert nem zárkóztak el, csak igazából úgy az, amit kellett volna két ügyben tenni, abban volt kifogás, hogy miért nem. Tehát én csak akkor fordulok hozzájuk, hogyha ha gond van. Csak akkor elvárnám, hogy úgy gondolom, nem én, hanem a település láthatja el, hogy akkor tényleg érezzük, hogy tesznek is valami. Megígérte, ott volt ezen az ülésen a hölgynek a vezetője, a verségi jobbján, és azt mondta, hogy biztos, hogy most nekik keményen kell dolgozni, hiszen egy főre megkapták az normatív támogatást, tehát elvileg egy főt főállásba ide kéne küldeni. Biztosítaniuk kell, így van. Tehát elvileg. Ennyi emberük nincs, tegyek hozzá, hogy meg nem is indokolt. Tehát persze, ide biztos, persze, hogy nem kell egy főállású ember egész munkaidőben. Jó. Akkor... Kérdésem volna, mert most derültem, mert számomra nem világos. Igen. Vagyis elhangzott, és azért nem lett világos. Azt hangzott el, hogy ugye nincs meg az információ, nem tudják, hogy kire kell, vagy ugye te most a téma, hogy nem tudják, hogy kinek kell segíteni bizonyos jelzésekben. Tehát most az, hogy valakinek segíteni kell lányfúli esetében, tehát hogy hány ilyen ember van, akit segíteni kell, ezt nekünk kell vilát tudni kéne. Ezt az előadó azt, hogy igen. Ezt tudni kéne, ezt időben lejelezzük. Tehát akkor jelenleg pillanatban itt van egy rendes mechanizmus, van egy probléma, lejelezzük és akkor várjuk. Én azt szeretném akkor, hogyha ez így van, akkor nekik legyen egy tájékoztatási kötelezettség, hogy az ügy hogy áll. Uh-huh. Ezt nem teszik meg, akkor én rosszul dolgozom, hiszen akkor nem tudjuk, hogy hogy áll az ügy. Tehát ha mi lejelentjük, akkor nekik ezt muszáj írás, ugye jól van. Igen. Akkor ezt szeretném, ha benne lenne, mert hát ez így nem is értem, hogy Folyamatban tart egy jelölés, hogy jelezzék a problémát. Ezzel kapcsolatban jelezném a képviselő úrnak, hogy a családsegítő minden évben egyszer beszámol testületi ülés keretében az egyéves munkájukról. Úgyhogy évente a beszámolókat ők megtartották, és a testület ezt el is fogadta minden egyes évben. Úgyhogy csak gondolom, hogy ugye már nem arra részhoz, hogy gondolok olyan adatok, senki nem adja ki a személyes adatát. Természetesen, persze. Úgy gondolom, hogy vissza kéne jelezni, vissza kéne csatolni, amiket ők mondanak, az igaz. Erre mondtam én azt. Mert a tájékoztatás az nyílt, az nem lehet zártörésen, az nyílt. Persze. Jelen pillanatban az információs dolog nincs semmi jelentősége. De erre mondtam én azt, hogy picit szorosabban kellene ugye a kommunikációt nekik is végezni, de ugyanakkor meg tudom azt, hogy az előadó asszony folyamatosan jelzi, ha bármi olyan problémát talál, vagy bármi olyan problémával találkozik, amit úgy gondolom, hogy a családsegítővel neki meg kell osztania, ő ezt nagyon-nagyon-nagyon komolyan veszi, és folyamatosan telefonkapcsolatban vannak a családsegítővel, úgyhogy működik a dolog. Köszönöm. Én is köszönöm. Akkor kérdezném a bizottságot, hogy javasoljuk a testületnek, hogy a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Intézmény fenntartó társulást ne változtassunk, ugye ez 2016 évben is az előzőekben működő szerződés szerint működjön tovább. Ez a lényege tulajdonképpen, nem? Ugye jegyző? Igen, ezek jó? Igen, itt van, tehát a megállapodás az módosítva lett, ugye ennek az aláírására kell polgármesterület felhatalmaznia a testületnek, és az alapítók. És az alapító kirat aláírására. Igen, hogy akkor ezt aki ebben egyetért, hogy ez aláírásra kerüljön, az kész feltartással jelezze. 1, 2, 3, 4, 5. Igen, köszönöm szépen. Egy hangú. A következő a javaslat a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok karácsonyi ajándékára. Ugye itt zárójelben megjegyeztük fenyőfa utalvány, gyermekjátékok és színházi előadás is például. Nem tesszük be most hozzá, mert hogy a döntési része majd, hogy esetlegesen ugye ki tudunk ilyen formán támogatni, az egy következő lépés lenne. De ugye mi a múltkori bizottsági ülésen is beszéltünk erről, hogy vártam volna én is az ötleteket ezzel kapcsolatban, mert ugye tavalyi év folyamán 150 000 forintos
keretet állapítottunk meg a karácsonyi ajándékokra, amit hál' Istennek nem is kellett kihasználnunk a teljes keretet, mert Kristály Árpi segítségével ugye bejutottunk egy olyan játék nagykerbe, ahol még plusz kedvezményt is kaptunk, és tényleg nagyon-nagyon hasznos és szép játékokat tudtunk ugye a gyerekeknek vásárolni. Most idén ki kellene még ezt egészítenünk azzal is, hogyha mondjuk például ugye vannak, ha csak azokat veszem, azokat a családokat, akik tavaly is voltak, és ott már voltak nagyobb kamasz gyerekek is, hogy nekik például akár lehetne egy színházi egy is ugye a karácsonyi ajándék a családnak, meg ugye bejöhetne az is, hogy vannak olyan családok, akik esetlegesen arra sem tudnak költeni, hogy mondjuk egy fenyőfát megvásároljanak és legyen a családnak egy karácsonyfája. Hogy ebben kapcsolatban szeretném, hogyha erről beszélnénk, és nem utolsó sorban azért azt is meg kéne határoznunk, hogy mi az az összeg, amit mi erre beállítunk. Én is csak annyit, hogy én küldtem ugye az általam kezelendőként egy anyagot, hogy jelen pillanatban hány rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult van. Igen. 9. Csak már lenyom, nem nyomtattam ki, azt hiszem 9 család. És 21. És 21 gyermek. Tehát, hogy az összegeket akkor ezzel. Hogy erről beszéljünk, hogy mi a véleményetek, mennyit kalkuláljunk árakban. Én azt hiszem, tavaly én bonyolítottam le ezt a vásárlást. Van kapcsolat továbbiakban is ezzel a játék nagykerrel, ott is tudunk szerintem idén is vásárolni, és hozzá kellene kalkulálni, és még ötleteket is várnék esetlegesen, hogy van-e valami új javaslatotok ezzel kapcsolatban. Pereházi képviselő. Köszönöm szépen. Tehát azt mondja, hogy akkor 150 ezer forint. Volt tavaly. És gondolom az idei költségvetésben is 150 ezer forint szerepel, nem? Én úgy emlékszem, hogy a szociális életben, igen. Az a kérdésem, ugye még miatt itt elkezdünk ötletelni, hogy maradjon ez a 150 ezer forint, úgy én ezzel egyet értek, mert főleg, ha nem használtuk el, és van egy ilyen lehetőség, akkor én úgy gondolom, hogy rendben van. Ha meg azt mondjuk, hogy lehetünk, akkor kérdezem, ugye ilyen költői kérdésként, hogy akkor honnan. Igen. Tehát én azt mondom, hogy ha marad, akkor nincs probléma, akkor mindenki esetleg döntsük egy határidőt, mondjuk 4 napon belül a bizottság tagjai kötelesek legyenek neked ezzel kapcsolatban föl, hogy mi legyen. Mert adhatunk színház egyébként, ezt meg kérdő egy zárójelbe, de szem nagyon jó, mert a kamasz nem tudja, a kamasz fiú. Ebben színházba be kell menni, utazási költség, de csomó olyan van, ami lehet, hogy azért nem tud elmenni, mert a ajánlókos költségét nem tud kifizetni. Tehát ez végig kéne gondolni. Köszönöm a szót. Jó. Egy mondat, hogy a színházi előadást azt helyben is biztosítjuk nekik. A Póka Éva tart egy karácsonyi előadást, ahogy tavaly is, amikor átadjuk az ajándékokat. December 19-én, de meg fog jelenni az újságban. Ő erre nagyon készül, tehát oda meg is hívnánk a Rásztor család gyerekeit, illetve hát meg lehet tölteni a faluházat, bár bárki jöhet, gyerekek jöhetnek. Úgyhogy ez lesz, ez már tervezve van. Klasszikus színálat. Igen. Bocs, semmi. Semmi gond. Edite? Én úgy gondolom, hogy bocsánat, de azért nem is jeleztem vissza, bár kellett volna, igen. Hogy számomra nagyon kellemes meghitt volt a tavalyi. Igen. Tehát ott volt színházi előadás is, külön részesültek ugye rászóló gyerekek. Nagyon szép ajándéka. Tehát én úgy gondolom, hogyha növekedett a gyermek létszám, Nem közel, még ahhoz is belefér, mert tényleg olyan értékes ajándékokat kaptak, hogy szerintem ez nagyon szép volt, és maradhat. Szerintem, köszönöm szépen, szerintem ki tudjuk egészíteni avval, hogy a fenyőfákat, mondjuk 9 családról beszélünk ugye ebben az esetben, hogy esetlegesen a 9 fa megvásárlásával, mert ugye tavaly is a 150 ezer forintot sikerült, nem kellett kihasználnunk teljes egészében a 150 ezer forintot, szerencsénk volt, de amennyiben valamelyest túlépnénk ezt a keretet, van a Szociális Bizottságnak megtakarítása. Hogyha most egy 50 ezer forinttal, hogyha kitágítjuk ezt a keretet, 200 ezer forintból szerintem bőségesen
tudunk gazdálkodni, és nem kötelező elkölteni természetesen azt a 200 ezer forintot, de akkor esetlegesen meg tudnánk ezt növelni azzal, hogy akkor ezeknek a családoknak, 9 családnak biztosítanánk esetleg a fenyőfát is. Amennyiben természetesen, ha igényt tartanak rá, azt azért meg kellene, igen, meg kell őket kérdezni, hogy amennyiben igényt tartanak rá. Hogy nem tudom, hogy erről mit gondoltok. Igen, alpolgármester úr? Tavaly gyerekenként meg volt szabva egy adott összeg, hogy mondjuk 3-5 ezer forintot, pedig ez egy... Én azt hiszem, úgy emlékszem, hogy 5000 forint körül maximáltunk, de természetesen tényleg azt mondhatom, hogy nagyon jó volt vásárolni, mert lehet, hogy az egyik játék kicsit kevesebbe került, a másikhoz hozzá tudtuk azt tenni, és nem egy valamit, hanem akár több valamit is kaptak, és próbáltunk fejlesztő játékokat, kreatív játékokat vásárolni mindenkinek, és olyan ajándékot adni, ami nem csak az van, hogy igen, megkaptam karácsonyra, és megy a sarokba. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ha idén is erre sor kerül, akkor megint csak erre fogunk, vagy fogok én is, vagy fogunk, aki esetleg még felvállalja, hogy eljön és részt vesz a megvásárlásban, hogy tényleg olyan játékok, idézőjelben játékok kerüljenek a gyerekekhez, ami örömet szerez nekik, és tényleg használják. Csak azért, mert akkor, hogyha 21 gyerek van, akkor ez egy 100 ezer forintos tétel, még 110, és ott a 40-ből még meg lehet venni azt a 9 darab karácsonyt. Hát nem tudom, méterre szokott lenni 3 ezer forintnak, nem valamilyen állapot, vagy annyi sem? Hát egy normál fenyőfát, persze. Tehát, hogy a 100 ezernek elébe kell lenni, és akkor egy helyi vállalkozó, aki majd távolja a karácsonyfát, egy szokott venni. Természetesen, persze, az úgy lenne célszerű. Igen, szerintem ebben nincsen gond, és akkor nagyobb újításra nincsen szükség. Persze, köszönöm szépen. Most esetleg új elemként azt behozhatnánk, hogy azt tudom, hogy a suliban szokott lenni a bólapiac, ahol a gyerekek viszik, ami már éppen megmond, vagy nem akarja, vagy akármi, és akkor ők ott csöreberegenek, akármi. Hogy esetleg mondhatnánk a gyerekeknek, hogy ami nem talált ott gazdát, az hagyja ott. Tehát nem vigyen haza, hanem akkor abból esetleg még ki tudjuk egészíteni a meglévőt. Uh-huh. Tehát, hogy igazán értem, természetesen értem. Viszont én azt tudom mondani, de szerintem Editke is, mert ő volt, aki segített utána nekem abban, hogy be legyenek csomagolva a játékok, hogy nem hiszem, hogy több kellene. Elég volt, értékes volt. Én amivel kiegészíteném, hogyha marad egy kis pénzem, pedig azt hiszem, hogy ennyi fog maradni. Úgy vettem észre, hogy igen, örültek az ajándéknak, olyan jó volt őket látni, de valami itt bennem hiányzott. Na most úgy gondolom, hogyha egy süteményt meg egy pohár üdítőt kapnának, akkor egy kicsit elbeszélgetnénk. Uh-huh. Tehát ott mindenki átvette az ajándékot, örült neki, hogy gyorsan hazament. Igen, ebben igazad van, végülis ez egy jó ötlet, ezt meg tudjuk oldani szerintem. Jó, igen. Köszönöm a szót. Én nem javaslom a 150 ezer forintos keret megemeltetését bárkinek a lovására. Úgy gondolom, hogy a szociális keret az épp úgy, hogy olyan kevés, hogy ne. Viszont azt el tudom képzelni, hogy ami maradt pénz ebből a 150 ezer forintból, mondjuk x mennyiségű pénz, és ezt ki kéne egészíteni ahhoz, hogy mondjuk mindenkinek legyen fenyőfája, hogy az biztos, hogy a testület, hogy valamiképpen ezt megoldja. Uh-huh. Tehát akkor ezt valamilyen keretből oldjuk ezt meg, de ne nyírbáljuk a szociális keretet, így valahogy oldjuk meg. Ha nem, akkor meg valamit találjunk ki, nagyon szívesen, mert nem tudok segíteni. Uh-huh. Köszönöm. Én azt hiszem, hogy elég jól gazdálkodtunk azzal a kis kerettel, ami van a bizottságnak, úgyhogy én javaslom, hogy akkor maradjunk a 150 ezer forintos keretben, és a többit ugye, ha nem találtál szükség lenne rá, akkor azt meg fogjuk tudni oldani még. Akkor azt mondjátok, hogy jó az, hogy a gyerekeknek továbbra is akkor játékot vásároljuk. Megkérdezzük a családokat, hogy kitartana igényt fenyőfára, akkor azt is meg tudjuk oldani, hogy egy, mit tudom én, egy... Vagy azt kell még eldönteni, hogy mi vásároljuk meg, vagy pedig, ahogy javasolta egyszer jegyzőasszony, ugye, hogy náluk régen, hogy történt, hogy kaptak egy vásárlási utalványt, ugye, bizonyos összegi... A fenyőfára, igen. És akkor ugye, hogyha nagyobbat szerettek volna, és hozzátettek másfajtát, akkor azt ki lehetett egészíteni.
A játéknál pedig esetleg azt is lehet, hogy nekünk ott a szülőknek megvan a 9 családház elérhetősége. Ha biztosra szeretne menni a bizottság, akkor abban tudunk segíteni, hogy esetleg meg lehet kérdezni a szülőket, hogy mondjuk a gyerek inkább könyvet vegyünk. Igen. Ilyen információt, persze. Akkor ez így jó, ezt így tudja a bizottság támogatni, hogy akkor 150 ezer forintos keret maximum, és amennyiben szükség lenne kipótolni ezt az összeget, akkor azt megoldja a testület esetlegesen más forrásból. Ez volt Pereházi Bárhány javaslata. Igen, mert ez nagyon jó volt, csak ezt elfelejtettem közben hasonló dolog, hogy a megmaradt pénzből adjunk oda, mondjuk a megmaradt 30 ezer, nem bármennyi, azt a pénzt osszuk el a családok között fenyőfára. Hát én ezt így gondoltam, hogy a 150 ezeres keretben benne van már a fenyőfa is. Akkor rendben van, akkor ez teljesen nem van, és az viszont egy teljesen jó pofa dolog, hogy a polgármester a Mikulásának vagy Jézuskának írnak, hogy mit szeretnének, szerintem ez meg plusz a süteményt tudod, és akkor ennek van. Igen. Úgyhogy nagyon jól sikerült tényleg tavaly is, polgármester úr is elérzékenyült egy kicsit az átadásnál, szerintem mint mindannyian, úgyhogy tényleg nagyon jó volt látni a csillogó szemeket. Jó, akkor a bizottság javaslata az, hogy 150 ezer forint maximális összegig oldjuk meg ugye a gyerekeknek akkor a karácsonyi ajándékozását. Aki ebben egyetért, kész feltartásra jelezze. 5 egyhangú igen, köszönöm szépen. A következő, ez csak egy tájékoztatás lesz most, mert hogy el kéne egyáltalán azt fogadnunk, hogy, vagy javasolnunk ugye a testületnek, a Leányfalu iskolaügyért közalapítvány kuratóriumában és ellenőrző bizottságában történő tagcserékről döntsünk. Egy pillanat türelmet. Igen. Mint azt tudjátok, erről már korábban beszéltünk, az alapítvány régi kurátorai lemondtak, szeretnék átadni a tevékenységet új és agilis az iskola és az óvoda vérkeringésében résztvevő szülőknek, pedagógusoknak. A régi kuratórium állt ugye Zsidei Ica néniből, ő volt az elnök, és volt 6 kurátor, Berecki Sándorné, Győrik Ágnes, Karsainé, Incéd Ildikó, Ott Józsefné, Takácsné, Cappéva és Tóth Ferenc. A felügyelőbizottság volt, dr. Kolhé Bottóné volt az elnök, Burás Tímea, dr. Hodinka Barbara és Szabóné Tegzes Orsolya voltak a tagok. Úgyhogy ez a régi kuratórium lemondott, és szeretné, hogy ugye új emberek vigyék tovább az alapítványt, ami sikerült is. Összeállt az új kuratórium és az új felügyelőbizottság. Az új kuratórium elnöke lenne Csermely Alexandra, ő az iskolában pedagógus, ugye. Tagok lennének Csernyi Fruzsina, Debre Márta, Lindmájer Erzsébet, Marozsán Laura, Mészáros Katalin, Schmidtné Leisz Brigitta, Tóth Judit. Itt tudnotok kell, hogy olyan szerencsések vagyunk, hogy iskolapedagógusok és óvodapedagógusok is tagjai a kuratóriumnak, mindamellett, hogy óvodás gyerekek szülei és iskolás gyerekek szülei is kuratóriumi tagok lesznek, úgyhogy én azt hiszem, hogy jól fog tudni tovább működni az iskola alapítvány, ami most már jövőre lesz 20 éves, és azért a 20 év alatt én azt hiszem, hogy tényleg nagyon jól sikerült az alapítványnak dolgoznia és működnie. És akkor az új felügyelőbizottsági tagok lennének Abonyi Zsófia, Gulyás Veronika Eszter és Rovnyainé Remsei Anikó. Úgyhogy én azt szeretném kérni a bizottságtól, hogy támogassák az iskola ügyért közalapítványban történő tagcseréket, hogy az alapítvány okiratát mielőbb módosítani lehessen, és az új kuratórium elkezdhesse a munkáját. Kérdezném, hogy valakinek ehhez perházi képviselő. Nem volt teljes, de most a teljes a kurátorok és minden bizottságokra felkérdőzőkkel létszám, hogy megkaptam ott, mint a fokhias lett volna, most próbáltam megkeresni, hogy ilyen megkeresem. Ha ez teljes, de akkor ez jó, akkor én ezt támogatni tudom. Azt szeretném még, hogy a régi
kuratóriumi elnököt és tagokat és felépítettségi tagokat valami, hát nem is köszönet, mert azt szerintem nagyon kevés, hogy találjunk ki valamit, ami méltó ehhez a 20 évhez. Ugyanis nagyon-nagyon kemény és nagyon-nagyon nagy munkát végzett itt Szanyéni ezzel a társasággal, vagy ezzel a társasággal, most pozitív értelme értem. Tehát, hogy valamit nekünk ezáltal tényleg ki kéne találni, hogy ebben az évben megköszönjük az ő munkájukat, és majd az átülésen majd erről beszélünk. Köszönöm szépen. Illetve úgy hallottam, hogy férfi nem is kezdtük az új kollégiumba sehol sem. Nem jelentkeztek. Hátrányos helyzet, de hát nyilván nem jelentkezik. Én azt tudom mondani, hogy... Erre azt tudom mondani, hogy ez tartott 10 hónapig, mire az új kuratórium és az ellenőrző bizottság összeállt, és nem kevés felkérés volt mögötte, úgyhogy én nagyon örülök viszont, hogy felállt, és hogy vannak jelentkezők, és szeretnék ezt az egészet folytatni és továbbvinni, és azt látom, hogy tényleg elszálltak, agilisek, úgyhogy jól fog tudni tovább működni az alapítvány. Köszönöm szépen. Akkor kérdezem a bizottságot, hogy javasolják a felsoroltak alapján a Leányfalu iskola ügyéért közalapítvány kuratóriumának, és a felügyelőbizottságának a tagcseréit. Aki ebben egyetért, készfeltartásra jelezze. 5-1 hang, igen. Nagyon szépen köszönöm. Meg csinálják az alapítókat, módosítás vagy nekünk? Nem, azt nekünk az a hivatalnak kell, mert hogy az alapító a hivatalos. Szerintem nem csak a tagcserék. De figyelj, persze, azt meg utána járunk. Következő napirendi pontunk a tájékoztatás a 2016 évi programok, vagyis hát ez a 2016-os év, ugye ez jeles év lesz, mert hogy az irányító számunk 2016, és hogy 2016 ugye a mi évünk lesz a programok alakulásáról. Összeült a létrehozott bizottság, hogy a programokat átbeszéljük, hogy mi az, amit már tudunk, hogy lesznek, és mi az, ami várható. Az a baj, hogy én ezt most nem mentettem le. A igazgató az, hogy neked megvan a lista? Igen. Hogy megkérhetlek, hogy mi az, a felsorolnád, hogy nagyjából mik azok, amiket ugye már be tudtunk állítani. Ezekre úgy gondoljuk, hogy egy részére már van nyert pályázat, egy része pedig olyan, amire szintén pályázni fogunk, és még hozzá tudunk esetlegesen építeni ugye dolgokat. Ez most egy teljesen nyers dolog, nem ez a végleges verzió, csak gondoltuk, hogy menet közben is tájékoztatunk benneteket is, és mindenkit, hogy miket gondoltunk már eddig is ugye elhelyezni ebben a programban. Úgyhogy akkor legyél kedves, de az... Igen, akkor megbeszélésen abban maradtunk, hogy 2015. november közepéig elkészül a logo és szlogen, ami 2016 Leányfalu címer, és alul pedig Üdv a Dunának. Tehát ebben maradtunk ebben a szlogánban, Üdv a Dunának. Emlékbélyegző készítése lesz. A decemberi újságban szeretnék megjelentetni az irodalmi pályázat felnőtteknek, gyerekeknek, melynek címe Legszebében Leányfalun. Lesz egy társasjáték pályázat. Leányfalu legyen a téma, híres emberek, irodalom Duna. Tehát bármi, ami Leányfalúhoz kötődik, és az a lényeg, hogy ezt a nyertes társasjátékot le is játsszuk. És megvalósul, elkészül maga a társasjáték. Szóval lesz egy Leányfalú társasjáték, és egy fotópályázatot is kérünk, minden hónapban megválasztja majd a bizottság Leányfalú rejtett értékei képeslapon, és minden évben lesz egy győztes. És ezek a fotók, ezek a fotók lesznek a 2017-es évi naptárban, illetve képeslapon is szeretnék megjelentetni. A stafétát Szigetmonostortól január 9-én szombaton a Lander Quartet újévi hangversenyén vesszük át. És akkor egy ilyen nagyon szép ünnepélyes keretek között. Utána nyert pályázataink vannak, amiket beépítettünk ebbe a programsorozatba, Rágéla komoly zenei, kortárs komoly zenei sorozata, az 4 alkalom.
Most egy egyesére nem mondanám el, csak hogy Népeltár Táncház. Március 12-én a cserkészek éve, 25 évesen és egy nagy cserkész napra várjuk majd. Ezeket folyamatosan majd jelezzük. Ami sikeres pályázatunk van, az a május 1-jével kezdődik a helytörténeti tanúsai javatása. Május 28-ára tervezzük a helytörténeti napot. Otthon Leányfalu volt a legjobb, a Kert az illatok, Márai Sándor. Akkor a címet nekünk, közművelődési célú helytörténeti barangolások Leányfalun. Megnyílnak a régi házak kertjei. Itt is nagyban számítunk a cserkészekre és a Szekérszínházra. Ők segítenek majd eligazodni itt az érdeklődőknek. Júniusra, ami egy új dolog, egy római kori nyári tábort szeretnénk szervezni gyerekeknek, amelyet egy római nap zárna az Őrtoronynál. Azt beszélte a bizottság, hogy a falunapon felében újra kezdenénk a kötélhúzással a fölött, hogy ezt szeretnénk folytatni. És akkor esetleg a kiírásba beírjuk, hogy mindenki hozzon kesztyűt magával, aki jó szeretne húzni. De még mindenképp bejelezni fogom, hogy. És akkor, ami még egy érdekes dolog lehet, és ebben a PUSZ 16-ban előkerült, szeptember 10-én a hajdani szüreti bál felélesztése, felvonulással egybekötött bálozás a faluban, illetve október 8-án szombaton postás tűzoltó bál, és postagalamb röptető verseny. Ez egy októberi 2016-os dolog. Igen, augusztus 13. Bocsánat, igen, augusztus 13. Lányok Asszonyok Országos Találkozója. Azok a lány és asszony nevű településeket hívnánk meg, és ők bemutatkoznának itt Leányfalon. Ez is a nyertes pályázatunk része. Illetve még július 2-án a Móricz Kertben színházi előadás Napló Szilánkok, Koltai Róbert előadás, az is a pályázat része. Tehát a nyertes pályázatomban összesen 4 programot sikerül megvalósítani. Köszönöm szépen. Próbáltunk, ugye ez még folyamatosan bővülni fog reményeink szerint. Ugye egy csomó pályázatra már beállják, ugye beadták a megfelelő helyekre a pályázati anyagokat. Próbáltunk úgy építkezni, hogy ugye a meglévő, már pályázó dolgokat is beleépítettük. Természetesen próbálunk minél vegyesebb programot létrehozni, és próbálunk belecsempészni régi tudomásunk szerint, ugye régen, régi szokásokat belevonni. Ugye ugyanígy ez a tűzoltóbál is, ugye a postás tűzoltóbál, ami ugye azért is lenne érdekes, mert ez a postagalamb röptetés, ez országos dolog lenne, nem egy helyi dolog, és ugye ennek a napnak a környékén van a nemzetközi postás nap is. Úgyhogy ez azért is érdekes dolog lenne. De bárkinek bármiféle kiegészíteni valója van, vagy lenne még ötlete, vagy esetlegesen tudna még szponzorokat szerezni, akkor ugye ezeket nagyon szívesen veszi a bizottság, és természetesen, hogyha mód van rá, akkor ezeket beépítjük a következő évnek a programjába. Ma este átküldöm mindenkinek ezt a nyers tervezetet, ez folyamatosan változik, és de azért, hogy lássátok ti is, és tudjatok róla, hogy mik azok, amiket eddig sikerült a bizottságnak összeadni. Pereházi úr, István Orsi. Köszönöm szépen a szót. Meddig kell gyűjteni, tehát meddig kell a programot leadni neked? Jövő hét közepén. Jézus Isten. Megmondom, hogy mi van. A két hete a Magyar Kajakozó Szövetség Fejlesztési Bizottság vezette meg tervezetet. Ami azt jelenti, hogy megkértem, hogy a 2016, amit most már mindenki ismer a Kajakozó Szövetségben, hogy lány fog irányító száma, és egy úgy gondolom, hogy a vizes programokat támogassa a Magyar Kajakozó Szövetség, és ebben olyanok vannak, hogy gyertyóztatás, pátyás felvonulás és egyebek. Hát olyan ígéretet kaptunk, hogy jó, akkor ezt kidolgozom, és akkor valami lesz, és hát
két napja pedig beadtam egy nagyon komoly pályázatot a Lánchoz is volt, hogy csak bővítésére. Ez több millió forintos pályázat ezzel. Csak azért mondom, hogy lehet, hogy 2016-ra igazán jó lenne, ha hát tudnánk adni mondjuk ezt a nagyon-nagyon felvállást. Tehát ez a, szerintem civil szerint még ekkor a felvállást nem csinálnánk. Köszönjük szépen. Természetesen szerintem, hogyha ha nem sikerül ezt két héten belül beépíteni, semmi akadálya annak, hogy jövőre tényleg, hogyha a vadkacsának is ilyen ragyogó dolgok, vagy vadkacsánál is ilyen ragyogó dolgok történnek, hogy azt beleépítsük, hozzátegyük a programhoz. Csak arra gondoltunk, hogy ugye elég rövid az idő, hogy igazából hogy meg tudjunk jelenni már egy helyel közel teljes programmal ugye a jövő évre vonatkozóan. Orsi? Én csak azt szeretném mondani, hogy igazából a civileket is, tehát én már mint cserkész csapat beállva ezt leegyeztettem, vagy hogy mi mit tudunk beajánlani, meg a Adi is megkeresett, és a kórusét is leadtuk, de hogy a többi civilt is keressük már meg, hogy az is programaikat is tegyük bele, mert ez már mindenki megvan. Megtörtént, ezt Adri megkereste az összes civil szervezetet Leányfalun, mindenkitől kérte, hogy adja le, hogy mi az a program, amit esetlegesen ő is hozzá tudna tenni, vagy hozzá szeretne tenni. Úgyhogy, de nem kell megijedni, ez lesz a mondjuk úgy, hogy a keretprogram. Ez évközben szerintem szépen folyamatosan bővíthető, amennyiben természetesen, hogyha lesz erre lehetőségünk. Egy, amiről itt beszéltünk közben jegyzőasszonnyal és polgármester úrral, hogy jövő évben lesz a Páncingi testvérvárosi kapcsolatunk 20 éves. Na most ezt kimondottan így nem raktuk be, nem emeltük ki a programba, vagy 15 éves. Nem emeltük így ki, de természetesen gondolkodunk és folyamatban van az is, hogyha megfelelő módon erről ugye megemlékezzünk. Úgyhogy azért mondom nektek, ez egy keret, ezt lehet bővíteni, amennyiben tényleg lesz rá lehetőségünk és módunk. És kérnék tényleg mindenkit, hogy ha esetlegesen lehetősége van rá, a szponzorok támogatása mindenképpen jól jönne nekünk. Mindamellett, hogy tényleg az intézményeink, el nem kiabáljam, de nagyon sikeresen pályáznak. Idén is nagyon sikeresek voltak a pályázataik, és úgy tűnik, hogy a jövő évet érintő pályázatok is már elindultak, és ott is van már ugye eredményünk. Igazgató asszony? A jövő év őszre vonatkozó programokra pedig tavasszal kell pályázni. Igen. Tehát igazán nem tudjuk, mi nem tudjuk, persze. Folyamatosan kerülnek ugye ki a kiírások. Szerintem mindenki mindent meg fog ezügyben tenni, hogy ezek is sikeresek legyenek. Úgyhogy ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban. Igen, alpolgármester úr? Köszönöm a szósz. Még abból gondolom, hogy igazából, hogy 20 az egy fontos zártam, de nem kell minden bele zsúfolni ebben. Így van. És mondok, hogy három nagy nyolás lehetne ez a Lányfalu és Asztronyra találkozó, ami országos hírnevet hozhat lehetőlegesen. Az a Móricz kerti esemény, ami szintén egy nagy nyolásnak néz ki. Meg nem is tudom, hogy a postanapra gondolod, hogy postanap volt még ugye a mi országos hírvelés. A többi az pedig hát inkább nekünk szólna, mert a különböző településeknek, tehát ebben gondolkodtam, hogy nem kell túlzsúfolni, hanem azért kapjon róla hírt az ország is, de hát úgy sem tudunk ezen túlütni. Amit viszont érdemes lenne még gondolkodnunk a falunak kapcsán, hogy igazából van egy szerződésünk velük, tehát hogy ezt majd átér gondolok, hogy milyen lesz a fogalkozunk, hogy ezt ők akarják ezt továbbvinni, meg mi akarjuk ennek, hogy a szerződés, amit kötöttünk, ez végül is milyen ez van. Ezt majd le kell tisztázni velük mielőtt. Ez igen. Tehát, ha ők szeretnék ezt kapcsolni, akkor szerintem bele kell egyeznünk, hogy ez egy pénye, tehát le kell ülni, vagy hamarosan beszélni. És akkor még a BX-ről csak egy szót, de fölmerült, hogy milyen lehetőségek vannak, és akkor a postán azt mondták, hogy igazából olyat, hogy kötelező január 1-től leszelő 31-ig hivatalos BX-ről legyen, olyan lehetőség nincsen. Alkalmi bélyegző van, ami egy naphoz, egy-két naphoz köthető, és akkor viszont azon a napon hivatalos bélyegzőként működik. Ennek az előállítása lenne 34 ezer forint egy bélyegzőnek az a kialakítása, vagy bélyegzőtása. Ha ők csinálják, ha mi átködjük a lényegét, akkor ez 15 ezer forint, tehát nem költség, szerintem ilyen szempontból, tehát ezt mindenképpen elindítjuk ezt a dolgot is. És lehetne viszont olyat, hogy egy nem hivatalos, hanem egyfajta reklám bélyegző, ami arról szól, hogy egész szépen használhatnánk azt a bélyegzőt, minden
hivatalból kimenő iratra, de a posta is nem hivatalosan, de a postás hölgyeknek ígérték, hogy amennyiben ezt mi szeretnénk, akkor ők ezt használnák, és akkor a hivatalos menetet is rendelnek a politikokat. Tehát ők saját maguk egyfajta... Igen, igen. Ez burfusiban rányogták a nyelvévégzőket is, és akkor mégis a nagy részt a leveleken rajta lenne ez a lájfusi dolog. És akkor a balapgyesztő meg ugye elmondta be ezt a... Tehát most más dolgot találni, mint a saját címen, talán nem érdemes, tehát a saját címen lányfalu 2016 és Üdv a Dunának ez lenne rajta. És akkor ez lenne a kis bélyegzőn is, a nagyobb, ezen a reklám bélyegzőn lehet még hozzárakni valamit, tehát ez lehet a jövős picikével, de az alkalmi az 3x3-os. Arra más nem fér át, de ha még szeretnénk esetleg valamit erre a reklám bélyegzőre, amit használnak itt is, meg a hivatal, meg a postán is, arra lehetne gondolkodni, hogy jobban hangsúlyozni ezt a 2016-ot, hogyha akarjuk, ha nem, akkor maradjon ugyanaz, tehát ezzel még érdemes gondolkodni. Bélyeg. Szintén olyan bélyeg nincsen, amit hivatalosan kiad a posta, de van ez a személyre szóló bélyeg, ami akcióként működik, és azt mondták, hogy ezt mi is meg tudjuk tenni, tehát hogyha mi kiláltjuk ezt a kis logónkat, ami a címerünk lesz, és hozzá egy kis képet, hogy mi legyen rajta, akkor ilyen évenként, amit 34 darab bélyeg van egy éven, ilyet előre meg lehet ezt finanszíroznunk. Ezt most nem hoztam el, de a bizottságban megbeszéltük, hogy megerül. A lényeg az, hogy le lehet gyártani előre mondjuk X évet, és akkor ott, ha kirakjuk a postán, és ha valaki oda megy és feladja a levelet, és mondja, hogy szeretné ezt a lájfusi bélyeget, akkor azt szokták rá, és akkor ők begyűjtik ennek az árát, és azt visszaadnánk, tehát igazából ez nem lenne ráfizetés, vagy minimális, és akkor itt így a postán lenne egy olyan lájfusi bélyeg, akár többfajta is. Tehát mondjuk lehet, hogy a logó állandó lenne, de mondjuk a kép hozzá időnként változhatna. Ami egész évben egy ilyen különlegesség lehetne a postán a feladott bélyeghez, tehát ezt is meg tudnánk csinálni. És maga a logó, és akkor az lenne fontos, hogy ezt mielőtt, hogyha a bizottsági rábólink, hogy akkor ez maradna a 2016-os logó, akkor fölkérnénk egy mégiscsak Kristófot, aki ért hozzá, hogy akkor ez legyen egy olyan, hogy akkor, mert ugye ezt fekete-fehérben kell egyrészt megszerkeszteni, és ha kinagyítjuk mondjuk, hogyha lesz egy falunaknak is nagyobbak kell, akkor ezt kell nagyítani, és egy olyan logót kínálkodtunk, ami egész szépen kicsibe és nagyba is jól néz ki, és ez mégis egy grafikus kéne. Tehát, hogyha jól tartja a bizottság, hogy akkor maradjunk ebbe a logóba, akkor megkérnénk Kristófot, és én azt mondom, hogy ha jövőre ezt a tanulmányt is tervezhetnénk, és erre van pénz, akkor lehet, hogy ennek a fényében ezt emberben túlságosan költségükes, és akkor... Igen. Hogyha gondoljátok, hogy a jövőbe tanulmányt is ő csinálná meg, ezt nem tudom, ezt azért beszéljünk, de ő már benne van kicsit, akkor lehet, hogy így jobban föl lehetne kérni erre, hogy ezt csinálja meg. Jó, köszönjük. Igen, kérdezünk. Elmondtad, hogyha ugye mi a postakönyvvel együtt visszük napi szinten a több érdek levelünket, hogy olyan bélyegző készülne, ami bármikor használható, akkor mi nyomogatjuk rá a úgy beszéltük meg a bizottságon, hogy az merült fel, hogy akkor csináltatnánk a hivatalnak, kapnának az intézmények is, és akkor... Meg a posta. És akkor tényleg... rá lehet ugye minden leányfalúról kimenő levélre ezt tenni. Csak úgy később is, tehát persze. Hogy határozottot kell hoznom, hogy kihasználhatja, mert látható hát az a négy, persze, hát az a négy hely, vagy itt az a négy bélyegző. És akkor még akkor itt elakom mégis, hogy nekem az még mindig tetszik, amit az ülnös órán vezet föl, akkor amivel hosszabbra ráférne ezt kisbetűkkel, hogy lány valami hasonló, hogy mi volt ez, hogy lányfalú irányítószáma nem csak ebben az évben. Tehát egy kicsit jelzésértékel, hogy végülis aki csak megkapja, hogy 20-at, az nem tudja. Tehát, hogy lehetne akkor egy kisbetűkkel ráírni. Nekem azt tetszene, hogy legalább ez a reklám bélyegzőn ezt szerepeljen, hogy akkor miért is van ez az egész akció, mert hát valaki megkapja, nem gondolkodik el rajta, hogy ez mit jelent. Tehát ugye ebben a reklám bélyegzőn esetleg ezt ráadni, mert ráférni. Meg lehet beszélni, mert a bizottságnak is van. Nem csak ebben az évben. Igen. És ez ugye nem a hivatalos dolgó lenne, hanem ugye csak a bélyegzőnek akkor ennyi volna a tájékoztatás, igen. Akkor a falunaphoz kapcsolódóan szerintem ez a szerződés él. Tehát beszéltük, hogy nem szentírás. Tehát nem is biztos, hogy ugye a tavalyi fiat folytán nem nagyon akarják folytatni. A Misivel kellene beszélni. Tehát lehet, hogy már valamit akar, mert nem kell ilyen nagynak lenni, de valami jó kis ütős programokat, tehát ami
színvonalasat. Tehát mondjuk a járművel elfér, vagy a, mit tudom én, a mini, az ilyesmi, kicsit bensőségesebbet. Ez az én világom. De mindegy, szóval valami olyat, ami úgy. Igen, Editke? És ugye el van maradtunk, hogy teljesen fölösleges és a három is teljesen fölösleges valóban. Tehát akkor ez egy szombat, vasárnap, egy péntek, szombat. Igen, péntek, és még ugye nyilvánvalóan, hogy szeretnék folytatni a jövő évben a sétány elnevezéseket, ebben is lesz még avatás. Az a kérdés csak, hogy ha később évben ugye Karinthy Ferenc, Márai Sándor, stb., hogy ezeknek szintén emlékköves megoldás lenne, vagy csak sétány? Igen, nem. Ezt nem, marad a kő, abban maradtunk utoljára, hogy minden elnevezés, és hát minden elnevezetnek lesz egy ugyanilyen kő, mint ugye most dr. Csugó is. Kérdés akkor, hogy lehet kérdezném, hogy amit nyertünk, nyertetek, amit a maga a kultúrás intézmények csinálta, pályázat nyert, ez a másfél millió forint, ezt hogy látod, hogy milyen eloszlásban tudnának a három nyert programra mennyi pénz kerülne, és miféle pénzbe lehet becsendelésre? Ezt a négy programot ezt nekünk meg kell csinálnunk, tehát ez a szerződés értelmében. Én biztos vagyok benne, hogy belefér a két kő, belefér. Igen, mert jövőre kettőt terveztünk be, és ugyanaz. A Márai meg a Karinthy, ha jól áll, ugye? Márai, Karinthy, és ez biztos, hogy belefér. Igen. Meg az a tanösvény. A tanösvény, az egy másik projekt. Igen, a Móricz. A Móricz. Akkor a tőlük örököltük. Igen. És a lányok, asszonyok, országos találkozója. De a másfél jó beszélegyel. Belefér. Igen. Hát még teszünk belé pályázatokból, de belefér. Tehát ez megvan, a két kő megvan. A tanösvény azt mondja, hogy mekkora összegbe gondolok? 300 ezer forint, ha jól emlékszem. De megnézem is át. 300 ezer. És az jó, hogyha Pistófal akkor tárgyon kerül az ügyben? Igen. Nincs kifogás az elkinesre. Mert ő már nálában csinál sokat a faluban, tehát... Nem, abszolút nincs. Nincs. Kristóf nagyon szép munkákat adott ki, és tényleg a tapasztalata van abban, hogy hogyan kell elkészíteni ezt a grafikát, hogy az arányosan kicsinyíthető és nagyítható legyen, és ugyanolyan minőségben jelenjen meg kicsiben is, mint nagyban. Úgyhogy én csak javasolni tudom, hogy keressük meg ez ügyben. Én volna átküldeném akkor a pontos pénzügyi hozzávalókat, hogy mennyi a grafikai munka és mennyi az előadási költség a tanulmánynak. Persze, az jó. Köszönöm szépen. Csak még egy itt is akarom, hogy ugyanígy a dicséretet itt is el kell mondani, hogy a készültáblóra jutott eszembe, hogy a jegyző azt, hogy kezdeményezte, és a sziszi-puszi munkával ő nem vettem el egyetemét, és a András készített a táblókat. Tehát egy páváros, vagy milyen? Nem, az önkormányzatiságnak. Az önkormányzatiságnak a 25 éves évfordulója van egy pályázat, és akkor ez hát dicsőséglista lesz, hogyha ebben nyerünk. Tehát a tablók elkészültek, úgyhogy azok fönn vannak, le is hozhatjuk valamit, de nem mindegy. Mindegy, majd megnézzük. Tehát köszönjük. Összehasonlítva a régi és új lányfalui képek, nagyon jó lett. Köszönjük szépen a munkát. Vagy a testület is jönjük, akkor már testületre lehozzuk a leszipét. Köszönjük szépen. Akkor nagyon szépen köszönöm a munkátokat. Ezzel a rendes bizottsággyűlés véget ért. A zárulés következik.